Freunde aus Natschwinim, liebe Alte Münsterreisenden, alle herzlich willkommen hier an diesem schönen Festplatz. Kedves Münsterei barátaim, és kedves Alte Münsterek, akik eljöttek ide, mindenki szeretettel köszöntetek an az ünnepi téren. Ich möchte den Ball gleich aufnehmen und mich für diesen wunderschönen Tag gestern bedanken. Und ich hoffe, dass wenn wir heute auch feiern, es ist nicht nur heute oder die Tage die Feier des 30-Jährigen, sondern es wird eine fortwährende Partnerschaft bleiben. Azt mondja, elkapnám a labdát, amit dobtál, és nagyon szeretném megköszönni a ünnepet, a tegnapi napot, amit együtt töltöttünk, hogy ez nem csak a 30 éves jubileumhoz kapcsolódik, hanem egy további, és további szép időt töltünk egymással. Értékesek. Wir sind hier zusammengekommen. Normal, wir haben hier vorne eine Wippe, die wir eigentlich im nachher bei der Festsitzung überreichen wollten, aber sie ist leider zu schwer, als dass wir sie in den Festsaal reinbringen könnten. Nálunk itt egy mérlekhinta, igazából ez az ajándék, amit szerettünk volna az ülésen, az ünnepi ülésen nektek átadni, azonban annyira nehéz volt, a súlyánál, meg a hosszánál, meg mindennél fogva tényleg megpróbáltuk a színpad elé tenni, ezért itt adjuk át nektek szeretettel ajándékba. Thank you.
A modernkori nagymenyém életének pillanatait érhetjük újra. A világban körülöttünk zajló események és gyorsan változó szabályozási környezet számos kihívást fogalmaz meg egy kis település felé. Nagymenyém képviselőtestülete azon munkálkodik, hogy ezekre a kihívásokra minél sikeresebb válaszokat adjon, mert ebben rejlik a település továbbélésének és fejlődésének a kulcsa. Keine Ahnung soll mir schlagen, wo ich nicht an dich gedacht. Ich will Sorgen für dich tragen, bis zur späten Mitternacht. Kialakítottál, mert ez nem már
Hogy a pánk Isten parancsára, a víz azon elő futott a bátára. Minden növényből s állapor egyet vitt, hogy ne nélkülözzön a víz után semmit. A de legbölcsebben mégis csak azt tette, hogy a szellőtbőkét ki nem felejtette. Húzz le! Településeknek a kapcsolata is. Gyönyörű gondolatokat hallgattunk ma végig a művelődési házba a ünnepi műsor keretén belül, szárazon, mert nem kaptunk inni semmit se. Ugyanezt megcsináltuk júliusban, vagy Altomünsterben is, csak ott ekkora korsó söröket hoztak az asztalhoz, és úgy egy kicsit könnyebb volt, jobb volt a hangulat, könnyebb volt viselni a sok beszédet, természetesen értékes gondolatok voltak, egyensúlyról, barátságról, jövőről, hogy hogy kell ezt csinálni tovább, és mindenki tanácsokat adott, és megköszönt, és kiemeltek mindenkit, nekem meg egyre csak az, meg hogy az ünnepnapok, meg a hétköznapok, hogy hogy menjenek tovább, hogy legyen a következő 30 év, nekem meg egyre csak az járt a fejembe, hogy annak idején, mikor megkérdezték a Parasz bácsit, az idősebbeket, a fiatalok megkérdezték, hogy hát hogy szórakoztak annak idején az ünnepnapokon. És akkor mondja az öreg, hogy hát elmentünk a bálba, énekeltünk, iszogattunk, meg azt figyeltük, hogy melyik lányokat lehet elvinni a kultúrház mögé. És akkor kérdi tőle a fiatal, hogy hát de hogy szórakoztak hétközben? Hát hétközben is így, csak akkor nem volt bál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem kell nekünk ünnepnap ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, ahhoz jó emberek kellenek, meg jó társaság, meg az se baj, ha van mit inni. De én azt gondolom, hogy itt egyikből sincs hiány, úgyhogy én mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok a falunap egészére gondolva, vagy a mai estére, amennyi még vissza van belőle. Engedjetek meg, hogy egy kicsit beszéljek arról, hogy mit láttatok idáig. Egy kaloteszegi legényessel indítottunk, ez Erdélyből való, tisztelegve egy kicsit inaktelki barátaink előtt, mert hogy nem csak Altomünster a testvér települése a nagyvenyimnek, hanem inaktelke Egeres is. Az ő tiszteletünkre kezdtünk egy legényes tánccal, ez odavaló tánc, egy nagyon-nagyon komoly férfi tánc, mondhatnám, hogy a táncok csúcsa a fiúk számára. Aztán magyarországi anyagokat láthattatok, bagi táncokat, gyönyörű nagy emelésekkel, lányok repültek benne, közbe szérítették a fiúk őket, rába közbe utaztunk, egy jó nótás, gondolom, hogy ismertétek a nótáknak a nagy részét, velünk énekeltétek, láttam a szátokat, ez öröm mindig, amikor olyat sikerül a színpadra állítani, amit a közönség is élvez. Aztán láthattatok egy ilyen furcsa sapkás, ilyen hullahopp karikás táncot is, ez egy mesterségtánc volt, Erdőbénye a községnek a neve, ahonnét ez való, Bognárok tánca ez. Ők nagyon-nagyon büszkék rá, nagyon kevés ilyen mesterségtánc maradt fent. A mai napig űzik ezt a táncot, és rettentő büszkék rá, hogy nekik van egy ilyen előttük is. Tisztelgünk ezzel, ezért próbáltuk az ő táncukat is megtanulni, tehát nem olyan szépen, mint ahogy a nők csinálják, de azért igyekeztünk nagy szeretettel megemlékezni ő előttük is. A műsor utána pedig somogyi eszközös táncok voltak, amit láthattatok a színpadon. Ennek az a története, én azt gondolom, hogy az egy nagyon-nagyon jó dolog, mikor együttesen belül van egy önálló kezdeményezés, hogy a táncosok maguk is szeretnének hozzátenni a műsorhoz, maguk is szeretnének alkotni valamit, színpadra állítani valamit.
amit láttatok, ez az ő feldolgozásukban van, én kezem nem mentegetőzésből mondom, mert szerintem gyönyörű volt és nagyon tetszett, csak ez az teljesen a táncosoknak a munkája, ők néztek utána az anyagnak, választották ki, mi legyen az, hogy táncolják. Pásztornapra, szeptember 27-én, 29-ére, Szentmihály napra készült ez tavaly, abból láthattatok egy kis részt. És a műsornak a további részébe mi elmegyünk Erdélybe, nagyon kedves barátaink vannak Nyárátsejébe, igen jó hangulatú emberek, nagyon jó ivó, nagyon jó nótázó, nagyon jó táncoló társaság. Ott készültek ezek a gyönyörű piros mellények, amik a fiúkon vannak. Kézzel készültek, pótolhatatlanok, rettenetes drága. Azt mondta Margit néni, soha nem áll neki még egyszer. Pláne ennyi darabot megcsinálni, úgyhogy ezt becsüljük meg, mert nekünk ilyen többet nem lesz. És végül pedig Maros Sárpat, aki táncokat láthattok tőlünk. Én nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek az este folyamán. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.